Nézzük, hogyan kell regisztrálni a Quizlet oldalra. Keresőbe írjuk be, hogy Quizlet, én ezt korábban már megtettem, tehát Z-vel, ez fontos. Az első találatunk mindjárt a Quizlet honlapjának a linkje lesz. Rákattintva eljutunk a Quizlet kezdő oldalára, ahol a képen egy térképet látunk, a térképen különféle kis pöttyök jelennek meg. Ha rátoljuk az egeret, akkor lehet látni, hogy ezek a pöttyök azt jelzik, hogy bizonyos felhasználók melyik teszten dolgoznak éppen abban a pillanatban, amikor mi a térképet nézegetjük. Ugye, ha mi elindítunk egy tesztet, akkor itt valahol Magyarországnál megjelenünk mi is, és láthatjuk. Na, de ez csak érdekességként mondom. Jobb felső sarokban van az a link, amire kattintva megkezdhetjük a regisztrációt. Erre két mód is van, vagy a Facebook oldalunkkal tudunk belépni, hogyha ez kényelmesebb. Vagy kitöltjük a regisztráció adatlapját, ahol meg kell adnunk egy hónapot, egy napot és egy évet, mint születési adatot. Ez bármilyen lehet, tehát nem feltétlenül nem zárja ki azokat, akik még nincsenek 14 vagy 16 évesek, akárhány éves adat megadható. Kell adnunk egy felhasználó nevet. Én most az osztályomnak a nevét gépelem be ide, az ő oldalukat hozom létre. Tehát megadtam a felhasználó nevet, meg kell adnom egy jelszót, amit meg kell ismételnem még egyszer. Majd egy e-mail címet, ugye itt is én a saját osztályomét adom meg. Ezt követően bejelölöm, hogy elfogadom a feltételeket, és kattintok a feliratkozás gombra. Én ezt most nem teszem meg, mert ugye az osztályom már regisztrálva van, de amint rákattintottál a gombra, már is bent vagy az oldalon, és onnétól kezdve, ha kiléptél, akkor már a bejelentkezés gombot kell megadni ahhoz, hogy ide be tudj lépni. Most megteszem ezen keresztül a bejelentkezést. Ugye itt is az előbb említett módon már Facebook fiókkal is meg lehet ezt oldani. És amint először megjelentem a honlapon, ugye már is látható, hogy a saját nyitó oldalamon a saját készleteimet, vagyis a tanulókártyáimat mutatja. Értelemszerűen ez most üres, hiszen most hoztam létre ezt az oldalt, még nincsenek ilyenek. Tudok készíteni tanulókártyákat, újakat. Ugye ezt majd meg fogjuk nézni a későbbiek során, hogy ez hogy működik. Illetve van mód arra, hogy keresgéljek, hogy böngészek az elkészült kártyák között. Tegyünk erre egy példát most. Én az ókori Hellász témakörben készítettem korábban ugye ilyen kártyákat. Nézzük meg, hogy mi a helyzet. Ezzel már is kihozza az összes találatot. És ugye itt látszik az a három csomag, amelyet én ebben a témakörben csináltam. Ugye ezekre kattintva aztán lehet indítani a gyakorlást. Na, de ezt már majd a legközelebbi videóban nézzük meg. Tehát itt még egyszer látjuk a felhasználó nevünket, be tudjuk állítani a beállításainkat, a profilunknál meg lehet nézni különféle adatokat. Például, hogy hány ilyen tanulókártyakészletet hoztunk létre. Ugye ezekből lehet különféle kombinációkat csinálni, mik a kedvenc készleteink, melyikeket tanulmányoztunk, tanultunk eddig. Létre lehet hozni osztályokat, azokkal megosztani kártyákat, illetve egy statisztika van a különféle adatokkal arról, hogy hogyan és mit használtunk az oldalon. Azt hiszem, hogy nem túl bonyolult ez a regisztráció, úgyhogy javaslom mindenkinek. Nagyon fontos, hogy aki bejelentkezve tölti ki a tesztet, annak az eredménylistán megjelennek az eredményei. Tehát ez arra is jó, hogy lássad, hogy különféle teszteknél milyen ügyesen dolgoztál.